Szeretettel köszöntök mindenkit a Bizalmi Kör Facebook csatornájának élő adásában, ahol hétről hétre cégvezetők kérdéseit boncolgatjuk. Végre süt a nap, múlt héten ugye egész héten esett az eső, de ma már úgy jöttünk be, hogy fel is kellett venni a szemüveget, úgyhogy nagyon örülünk. A mai téma egyébként egy nagyon érdekes téma lesz, az ingatlanpiac alakulása. Úgyhogy ha tetszik ez a téma, akkor osszátok meg, küldjetek lájkot, akár szívecskét, vagy hogyha tudjátok, hogy van olyan ismerősötök, akit ez a téma érint, akkor mindenképpen indítsatok egy videópartit, vagy szóljatok neki, hogy nézzék. Úgyhogy a mai téma akkor az ingatlanpiac alakulása, a vendégem pedig a Remax Fortis Kft. Egyik tulajdonosa. Ő képviseli egyébként a világhírű Remax céget itt Magyarországon. Ugye, jól tudom? Jól tudod, én is jó reggelt kívánok mindenkinek. Dicenti Peti Balázs vagyok, és a Remax Fortis irodát vezetjük a feleségemmel, abszolút jól tudod. Alapvetően ugye a Remax cégét képviseljük, tehát a Remax égisze alatt tevékenykedünk Magyarországon. Ez egy 118 országban jelenlévő világhírű nagy cég, több mint 130 ezer tanácsadó, tehát igazából egy hatalmas nagy vállalatról beszélünk. Mi igazából a pandémia alatt tudtuk meg, hogy mekkora családhoz tartoztunk, mert rengeteg olyan élő adást indítottak, amikor Orlandótól elkezdve Stockholmból, különböző helyekről a világ pontjairól bejelentkeztek professzionális tanácsadók, és rájöttünk, hogy hihetetlen nagy cég. Köszönöm. Szóval a következő fél órában az ingatlanpiac alakulásáról beszélünk. Igazából kit ne érdekelne most, hogy alakulnak az ingatlan árak, az albérlet ára, ezeket fogjuk egy kicsit átbeszélni bővebben. Úgyhogy az első kérdésem az is lenne, Balázs, hogy most hogy alakul egyébként tényleg, milyen tényezők befolyásolják most az ingatlan piacot? Hát kezdem azzal, hogy teljes mértékben átalakult a piac. A piac átalakulást én azt értem, hogy mások lettek az igények. Tehát Magyarországon jelen pillanatban felértékelődött a földszinti kertkapcsolatos vagy teraszkapcsolatos ingatlanoknak az értéke, ami számukra azért nagyon meglepő, mert korábban az emberek inkább az emeleti lakásokat preferálták, de nyilván logikus, ugye a home office-nak a hatásaként az emberek rájöttek, hogy mekkora érték az, hogy van hova kiülni, vagy egyáltalán egy kis teraszon akár grillezni, és a családi házak felé elkezdtek eltolódni az emberek, mármint az érdeklődésük, és múltkor hallottam egy rendkívül jó megfogalmazást, hogy az otthonunk, az új kávézónk, az új éttermünk és az új mozink. Most nyilván ezt úgy kell érteni, ahogy kell, a helyén kell kezelni, de nagyon sok ember erre rájött, hogy bizonyos kényelmi funkciók, pláne hogyha home office-ban dolgozik otthon, mostantól elengedhetetlen. Tehát én röviden így, de nyilván majd kifejtem, hogy alakult a piac, de teljesen maga az irány és a gondolkodásmód megváltozott. Egyébként maradtak a városban, vagy pedig elkezdtek azért a vidékre elköltözni, ahol mondjuk jobban tudnak családi házat venni ugyanazért a pénzért, mint amit itt bent egy lakás. Igen, érdekes tapasztalat, hogy a társadalom két nagy szegmensre oszlik szerintem most. Nagyon sokan döntöttek úgy, hogy a belvárosi ingatlanjaikat értékesítették, értékké tették, és igen, az agglomerációba, honnan nagyjából ugyanannyi időbe jutniak a munkájukra, bizony úgy döntöttek, hogy onnan fognak bejárni. Egyrésztről, amit te is említettél, abból a megfontoltságból, hogy könnyebben hozzájutnak, mert ugye kevesebb értékből, vagy kevesebb pénzből ugye nagyobb telket, nagyobb házat lehet megvásárolni. Nem mondom azt, hogy ez tömegesen történt meg, de látunk igen ilyen típusú mozgást. És ezáltal egyébként nem lett az, hogy a belvárosi lakások ára lejjebb mentek, a vidéki agglomerációban lévő házak értéke pedig fölment. Uh-huh. Vagy még nem? A vidéken történő árváltozásokról azért nem tudok megnyilvánulni, mert úgy gondolom, hogy nem lennék benne hiteles. Én budapesti irodát képviselek, és éppen azokból kifolyólag annak a részleteiben inkább nem mennék bele, de azt viszont látjuk és tapasztaljuk, hogy a budapesti belvárosi kollégák arról számolnak be, hogy több olyan tényező van, ami miatt megváltozottak a négyzetméterárak. De ez nem csak egy tényezős. Tehát nem csak az, hogy az emberek kimennek, hanem ugye ki lehetne azt is emelni, hogy megváltozott a bérleti szektor.
eltűnt ugye a turizmus, eltűntek a külföldiek, ugye az Airbnb-ztetett rövid távú kiadással foglalkozó ingatlanok tulajdonosai rájöttek, hogy kénytelenek a hosszú távú bérleti piacra menni, vagy ne adja az ég értékesíteni az ingatlan. Tehát egy csomó olyan tényező játszik közel, tehát nem egy, hanem hogy megváltozott az ár, hanem nagyon sok egyszerre. Igen. Hogyha valaki most kapcsolódott be esetleg ebbe a beszélgetésbe, a mai témánk az ingatlan piac alakulása, hogyha tetszik, akkor küldj el egy lájkot vagy egy szívecskét, illetve indíts el egy videópartit, ha úgy gondolod, hogy másokat is érdekelhet ez a téma. Akkor egy picit csak annyi, hogy hogyan is, miben is változott meg most a leginkább a piac? Az előbb elkezdted mondani. Igen, tehát a leginkább, amiben megváltozott, az igények, tehát a tulajdonosoknak az igényei. Ugye a home office miatt ki kellett alakítsanak otthon egy olyan helységet, vagy legalább egy szobának egy olyan helység részét, ahol ki tudják szépen alakítani ugye az otthoni irodájukat, illetve a terasznak az értéke, és a kert kapcsolatnak az értéke az bizony felértékelődött. És egyébként hogy alakulnak most az árak? Szerinted stagnálnak, lefele mennek, fölfele mennek? Mit látsz? Hát visszaugrok egy nagyon picit időben. Nagyon sokan félreértelmezik a most történő folyamatokat, ugyanis 2019 novemberében már az a nagyon nagy mértékű növekedés a négyzetméter árakban már akkor megállt. Tehát 2019 novemberétől stagnálás volt. Sokan azt hiszik, hogy csak a kialakult 2020-as márciusban történő események hatása ez, de ez már jóval visszanyúlik, nagyjából novemberre. Márciustól nyilván, ugye mivel a médiának óriási ereje van, ezt tudjuk, és a média, mivel ezt kommunikálta, hogy bezuhannak az ingatlanárak, a négyzetméterárak csökkennek, most hatalmas alkú van, és ugye mivel a platformokon állandóan ezek a szalagcímek jöttek az emberekkel szembe, ők egyébként most ezt meg is próbálják. Tehát a webi oldalon óriási nagy alkukkal próbálnak ingatlanokhoz jutni, de az én meglátásom, és amit a kollégáim is megerősítenek, hogy egyelőre még messze nem beszélünk arról, hogy beszakadtak az árak, mert jelen pillanatban persze begyűrűzött, de ugye nem gazdasági világválság indult el, hanem kialakult egy járványügyi helyzet, ami begyűrűzött bizonyos szektorokba, és persze válságos helyzetet teremtett, turizmus, kereskedelem, most nem akarok ugye belemenni a részletekbe, de a maga az ingatlanárakra egyelőre még nem indokolja semmi, úgyhogy mi a stagnálást tapasztalunk, a tulajdonosok nem hajlandóak engedni az árból, a vevők nagy alkúval, de egy idő után rájönnek, ha szükségük van az ingatlanra, közelítenek az álláspontok, tehát hogy nincsen akkora mértékű bezuhanás. És a jövőben szerinted? Már csak azért is, hogy rengeteg ingatlan lesz elvileg a piacon az Airbnb megszűnése miatt, igen. Én így hallottam. Igen, egy nagyon apró pici módosítás, tehát az Airbnb-ztetett lakások relevant, tehát hogy nem megszűnik, hanem átalakult a jogszabály, és a jogszabályt, ahogy átalakították, nagyon sok tulajdonos úgy látja, hogy gazdaságilag, anyagilag már nem biztos, hogy jobban megéri a rövidtávú bérbeadás, ezért elfordultak nagyon sokan a hosszú távú bérbeadás felé, meg vannak, akik nyilván arra alapoznak, hogy vissza fognak térni ugye a turizmus, vissza fognak térni a külföldiek, tehát hogy ilyen rövid távokra, fél évekre, három hónapra adják ki, mert bíznak benne, hogy a piac visszarendül. Nem csak ezek az ingatlanok kerülhetnek ki a piacra, hanem amik még kikerülhetnek, nem biztos, hogy jól látom, és ezt egy pénzügyi szakember lehet, hogy másként fogja megfogalmazni, de nagyon-nagyon érdekes szituáció várható jövőre, amikor ugye visszaállítódik a normál rend, és ugye az a bizonyos védőháló, amit most nevezzünk fizetési moratóriumnak, igen, nagyon sok embert, nagyon sok családot nehéz helyzetbe hozhat. És hogyha ott, nyilván ezt senki nem kívánja, de ha ott az fog történni, hogy ne adja azért hitelek dőlnek be, és emberek elvesztik az otthonaikat, akkor ugye a pénzintézetek által piacra dobott reálisan, ugye a piaci ár alatt alacsonyabb értékű ingatlanok kikerülnek, ez okozhatja azt, hogy magával rántja a többi ingatlan árat is. Szóval ezek még bizonytalansági tényezők, tehát ezt ne tényként kezelje senki, kérem, aki most ezt meghallgatja, hanem
Csak józan paraszt észre, hogyha végig gondolunk néhány dolgot, van rá esély, hogy következő évben átalakul az ingatlan szektor, de ezt egyelőre még egyetlen olyan gazdasági szakember sem meri kijelenteni és tényként kezelni, mert nem tudjuk, hogy hogy fog alakulni. Köszönöm szépen. És hogy alakulnak az albérletek? Ugye én hallottam mostanában, hogy a szállodák kiadták a szobáikat albérletbe, sőt, van olyan szálloda, ahol még reggelivel együtt adják ezeket hosszú Bizony. Távra bérbe. Ez formálja az albérletpiacot egyébként? Hát nagyon. Sőt, ez egy nagyon új dolog. Tehát körülbelül 2, max. 3 évvel ezelőtt találkoztam én is először vele, és most nyilván nem fogunk reklámot csinálni, hogy melyik szálloda teszi ezt, de rá lehet keresni. Igazából ugye pont ezért, mert nincsen feltöltése ugye a szállodai szobáknak, ezért úgy döntöttek, hogy nem akarják elveszíteni ugye a bevételi forrásokat, és 80-90 millió forint per hóér kirakják hosszú távú bérbeadásra az ingat, vagy a szobáikat, és múltkor én egy extrémet, én szélsőséget is láttam, ez tartalmazza, van olyan panzió vagy szálloda, ahol tartalmazza a reggelit is, és a takarítást is. Na most az igen. Ezzel esélytelen, hogy versenyre kelljen a piacon egy hétköznapi embernek a magán kézben lévő ingatlan, hogy bérbe akar adni, úgyhogy ez nagyon meg fogja változtatni a piacot. A kérdés az, hogy ezt meddig fogják ebben a formában fenntartani, mert lehet, hogy most évvégig tart, lehet, hogy következő negyed évben, vagy nagyon max. Márciusig, nem tudjuk, de hogyha ez így marad hosszú távon, mert egészen addig, amíg a külföldiek nem jönnek vissza, akkor nagyon át fogja formálni, és leginkább a belvárost, tehát a belvárosi bérleti díjakat. Köszönöm szépen. Milyen állami intézkedések jöttek egyébként, ami meghatározta az ingatlan szektort? Hát az állami intézkedések közül több olyan van, ami kihatással van ugye jelen pillanatban az ingatlan szektorra. Csak néhányat elsorolok, én nem vagyok pénzügyi közvetítő, és nem vagyok pénzügyi szakember, ezért arra kérek mindenkit, hogy a részletekben majd menjen bele és beszélgessen olyan szakemberrel, aki ehhez ért. Én csak magát a tényt mondom el, hogy ugye maga a babaváró. Nyilván ugye elsődlegesen tavaly évben, amikor indult, a szabad felhasználásnak indult, de aztán nyilván rájött az állam is, hogy valamilyen szinten azért be kell szabályozni, de az emberek 90%-a nem szabadon felkölthető pénznek tette ezt, hanem nagyon gyakran önerőként használt ugye a vásárláshoz. Aztán ugye ott van a családi otthonteremtési kedvezmény, röviden nevén csok. Aztán nagyon sokan azt gondolják, hogy nem szabad hitelt felvenni, mert beidegződés van az emberekben, hogy 2008-9-ben ugye megégették magukat a devizahitelekkel, közben pedig rengeteg olyan pénzintézet van ma már, akik fixen, forint alapon nagyon kedvező kölcsönöket biztosítanak, mivel nagyon alacsony van az alapkamat, ezáltal ugye a hiteleknek a kamata is alacsony van, de még egyszer mondom, egy szakember segítséget kell kérni, hogy ő személyre szabja, és annak a családnak segítsen, hogy nekik mi az ideális, és hogyan lehet, mire jogosultak egyáltalán, és most készülnek ezek az újdonságok, aminek a részletében pláne nem mennék bele, ugye a 30 plusz 15 milliós konstrukció, aztán a felújítási támogatás, és az 5%-os áfa. Ezt akartam fog kérdezni, és az áfa az, ami ezek mind hozzátesznek ahhoz, hogy az ingatlan szektor folyamatosan változik. Igen. De ez nektek jó igazából, nem? Jó nekünk is, és jó a társadalomnak is, mert ugye nem csak egy kínálati piac van, akik ugye kiteszik az ingatlanjaikat, és várják azt, hogy majd valaki megvásárolja, hanem így ezáltal a kínálati oldal is, a keresleti oldal is ugye fel tud lendülni, mert az embereknek, ha van tőkéje, akkor tudnak vásárolni. Egyébként nálatok hogy zajlik le egy ingatlan értékesítés? Milyen folyamata van? Mert ugye ti egy kicsit mások vagytok, mint az átlag. Legalábbis törekszünk. Igen. Én onnan indulok ki, hogy egy ingatlan értékesítés az 3 nagy részre osztható, szerintem. Van az egyik, amikor előkészítem az ingatlannak az eladását. A másik nagyon nagy rész az maga a képviselet, tehát amikor kint van a piacon, és képviselem az ingatlant ugye a piac számára, és van a folyamat vége, amit összefoglaló néven úgy hívunk, hogy eladás. Na most
ezeket külön-külön, ezeket a témaköröket én szét tudom nagyon apró részekre boncolni, de igazából az a lényege, hogy az előkészítés, ugye, hogy egy olyan marketing stratégiával kerüljön ki az ingatlan a piacra, ami megfelelő megjelenésű, megfelelő minőségű képekkel, 3D virtuális websétát, tehát egy csomó olyan dolog kell, ami megszólítja a jövőbeli tulajdonosát az ingatlannak, és maga a képviselet és az eladás folyamata, az sokan félreértelmezik, hogy hát az ingatlanosnak addig tart a dolga, hogy felrakta a legnagyobb platformra, meghirdeti, aztán várja a csodát, hogy majd jönnek az érdeklődők. Messze nem erről szól. Én nekem azt gondolom, hogy ott kezdődik igazán a munkám, amikor megszavazták a bizalmat nekem, és azt mondták, hogy jó, akkor segítsek az értékesítés folyamatában. Úgyis ott kezdődik, hogy akkor a vevőket meg kell szűrni, arról beszélgetni kell, hogy ezt az ingatlant keresik valójában, hitelképesekkel, fizetőképesekkel, és az ártárgyalást végig kell vinni a teljes folyamatot, és akár az adásvételi pillanatáig fogjuk a kezét a megbízóinknak. És milyen eszközök támogatják nektek egyébként az ingatlan értékesítést? Leginkább ugye már az előbb említett virtuális séta is, tehát a 3D websétá, annak azért van óriási nagy értéke most a piacon, és ebben a 3 hónapos pandémiás korszakban külön felértékelődött. Meg voltunk döbbenve rajta, hogy környezetünkben lévő más cégeknek az irodái arról számolnak be, hogy tanácsadók nem tudnak eladni, ezáltal nincsen bevételük, akkor ugye pályát módosítanak, tehát elmentek az irodáktól nagyon sokan, hangsúlyozom, nem tőlünk, és a mi irodánknak meg voltak eladásai. Voltak mutatásaink, és az ingatlanokat érdeklődött az emberek, kicsit a piac iránta. Ezt leginkább, amikor megkérdeztük, hogy minek köszönhető, hogy kijöttek és megnézték az ingatlan, persze megfelelő intézkedések mellett, ott álltunk egymás mellett maszkban, kesztyűvel minden, hogy lábzsákkal, ugyanakkor mindenki kiemelt, hogy azért, mert az otthon a kényelméből már meg tudta nézni azt, hogy az ingatlan hogy néz ki, bejárta a virtuális websét a segítségével, és utána azt mondta, hogy szuper, erre őszintén kíváncsi vagyok, hogy élőben tényleg ennyire klassz az ingatlan. De akkor igazából nektek könnyebb dolgotok volt, mert kevesebb, tehát egy konkrét érdeklődő volt, nem csak egy nézelődő, igen. És hát megnézem, de igazából nem komoly vásárló, hanem aki megnézte, az már egy komoly. Abszolút. Ezt abszolút jól látod, és köszönöm is, hogy előhoztad, mert azt láttuk és azt tapasztaltuk, hogy amíg 2018-19-ben el is híresült egy ilyen gondolat, amit úgy hívtak, hogy ingatlan turizmus, hogy nagyon sok ember csak így nézelődött. Jött, ment, megnézte, hú, ez annyira szép ez az ingatlan fotóka, nagyon megtetszett, kijött megnézni, meg mi baj lehet, csak ezzel ugye a tulajdonos és az ingatlanos szakembernek is, ha volt, akkor ugye az idejét rabolta. Amikor ebben a 3 hónapos korszak volt, akkor nagyjából, hogy csak arányokat mondok, nem volt 15-20 megtekintés, hanem 5, de az az 5, az annyira célirányos volt, hogy általában abból ki is jött a vevő. Tehát mert ő már tényleg a komoly érdeklődő volt, és nem akar csak úgy nézelődni, meg kimenni. Nálatok most is úgy van egyébként, hogy meg tudom nézni bármelyik ingatlanotokat virtuális sétával? Igen. Mi az összes ingatlant, amikor felveszünk megbízásba, akkor a szolgáltatási csomagunknak a része a 3D virtuális websétá is, és független attól, hogy egy 300 milliós budai villáról beszélünk, ami hatalmas terekkel rendelkezik, ugyanúgy megcsináljuk most például a tegnapi napon pont voltam kint, egy 34 négyzetméteres belvárosi 6. kerületi lakás esetén, mert azt tapasztaljuk, hogy szükség van az embereknek erre, értékelik, hogy be tudják járni az ingatlant. De nálatok szerintem máshogy van az ingatlan értékesítés. Körülbelül majdnem úgy, mint az amerikai filmekben látjuk, hogy nincs ott senki, nem tudom, hogy Kinga süte, Kinga a felesége. Süte, valami süteményt, hogy illatos legyen a lakás, és nincs ott a tulajdonos. Jól tudom? Jól tudod. Ez egy óriási fokú bizalmi kapcsolat. Én az első pillanatok ezzel a megbízóimnak el szoktam mondani, hogy ha nincsen meg az elején az a kialakult bizalmi híd, akkor nem biztos, hogy együtt fogunk tudni működni, és van, hogy én mondok nemet egy megbízás, ha nem biztos, el tudom vállalni, mert a tulajdonosok nagyon nehezen fogják azt elfogadni,
hogy én mondok egy nagyon furcsa dolgot, igen, és innen közelítem meg is válaszolok a konkrét kérdésedre is, hogy amikor valaki a döntést meghozza, hogy én az ingatlanomat kiteszem a piacra és értékesítem, akkor első körben itt kell, hogy elfogadja, hogy azt mondja magában, hogy igen, tulajdonilap szerint ez az én ingatlanom még, de mostantól nem az enyém. Tehát, hogy fejben át kell álljon arra, át kell kapcsolja, hogy kiteszem a piacra, és ez azért nagyon fontos, hogy ezt átkapcsolja, mert eleve már mi, amikor kimegyünk, és homestagingelünk, és berendezzük az ingatlant, akkor már nagyon sok mindent lehet, hogy áttologatjuk a szekrényeket, eltesszük a személyes adatai, vagy a képeket levesszük a falról. Tehát csomó olyan dolgot átalakítunk, ami jobban megszólítja a piacot, semlegesítjük az ingatlant, és ennek köszönhetően mi egyébként azért is várjuk el, hogy ne legyen jelen a tulajdonos, mert az a tapasztalatunk, hogy ha ott van a tulajdonos, akkor egyszerűen a vevőjelölt automatikusan átlép rajtunk, és nem hagyja, hogy mi végezzük a munkánkat, hanem elkezd kommunikálni a tulajdonossal. Közben pedig ugye maga a mutatás is egy folyamat, és az ártárgyalás is egy folyamat. Ha a tulajdonos elfogadja azt, hogy ehhez mi értünk, ez a mi szakmánk, akkor ő hátralép, és elfogadja, hogy kulcsot ad, és nem lesz otthon, és majdnem minden megbízónkkal így működünk együtt. Igen, mert sokszor eszmei értéke van a tulajdonosnak az ingatlanjával kapcsolatban, mert hogy érzelme van hozzá, érzelmi kapcsolata, és ez ezért fontos, hogy ő átkapcsolja, hogy mostantól akkor igen, ez nem. Ez a kulcs, amit most mondtál, érzelmileg kötődik hozzá, és nehezen fogja azt elviselni, hogy jön a vevő mit csinál? Abban a pillanatban, amint belép az ingatlanba, azt keresi, hogy miben tud belekötni, és elkezd kevésbé pozitívan kommunikálni az ingatlanra. Ugye neki az a célja ezzel, hogy ugye az árat levigye. Igen. Na most a tulajdonosnak viszont, ha érzelmek kötődik hozzá, ez bizony rosszul eshet, hogy mi ez a régi sütő, meg stb. És befeszül. És befeszül, és ha két ember ott egymásnak feszül, akkor onnantól kezdve én már nem tudom menteni a helyzetet. Ahogy említettem, metodikája van a mutatásnak is, tehát nem mindegy, hogy hogyan visszük ki oda, milyen sorrendben mutatjuk meg, ennek a részletekben nem mennék bele. Melyik szolgáltatásotok a legnépszerűbb? A legnépszerűbb szolgáltatásunk azt nyilván valószínűleg nem fog meglepni senkit, az, hogy a kialakult helyzetben az emberek nem tudják, hogy pontosan mennyit ér az ingatlanuk, és mi elkészítünk egy piaci elemzést. Ez a piaci elemzést egyébként alapvetően hozzávetőlegesen egy ilyen 50 ezer forint értékben kell elképzelni. Jelen pillanatban, a mostani szituációban abban próbáljuk segíteni a családokat, hogy ezt teljesen díjmentessé tettük, és amikor találkozunk egy tulajdonossal, egy családdal, akkor mi felajánljuk, hogy ezt az értékbecsést megcsináljuk nekik ingyenesen, és hogyha ennek az eredménye úgy olyan, hogy az ő elképzelése és a mi szakmai véleményünk relatíve passzol egymással, vagy van átfedés, vagy közelítünk egymáshoz, akkor tudunk együttműködni. Tehát eleve mi nem is akarjuk például túlárazott ingatlan megbízásba venni. Úgyhogy ezt nagyon szeretik az emberek, hogy legalább egy reális képet kapjanak arról, hogy az ő ingatlanjuk jelen pillanatban mit ér a piacon. És ezt mennyire tartják értékesnek egyébként, hogy megtudják, hogy milyen az ő ingatlanjuk. Tehát az elemzésetek számukra ez nagy értéket jelent? Igazából mert ketté lehet, osztódik. Lehet, hogy valakinek van egy elképzelése, és határozottan azt mondja, hogy neki teljesen mindegy, te mit mondasz, szerinte a piacon ez az értéke. Ez pontosan így van. Azért akartam úgy mondani, hogy ketté osztanám így szintén a társadalmat. Van az a társadalmi réteg, aki teljes mértékben ragaszkodik hozzá, hogy már a nagypapám is itt lakott, és érzelmileg kötődik hozzá, és ő nem hajlandó az árból engedni. Ő az, akivel mi nem fogunk tudni együttműködni, mert ő ragaszkodik ehhez. De ők azok, akik sokszor fél évig, évig, vagy akár láttam már turván ilyen 3 évig kint van a piacon, mert nem tudja eladni, mert nem fogadja el, hogy túl van árazva. Minden ingatlan annyit ér, amennyit a piac beárazza, tehát amennyit adnak érte. És alapvetően van a másik társadalmi réteg, aki viszont annak köszönhetően, hogy mi megmutatjuk azt, hogy szakmailag mi ezt hogyan készítettük el, és nem csak hasra ütöttünk, hanem ez egy technológia, hogy megmutatjuk azt, hogy így készült, ez az érvünk, és hogyha józan paraszt észre végig gondolja, és neki fontos, hogy eladja az ingatlanát, akkor elfogadja a szakmai véleményt.
Közben érkezett hozzánk kérdés. Ganger Péter kérdezi, sziasztok, van valami info, hogy az iroda, illetve az üzleti célú ingatlan piac hogyan változik? Hú, de jó kérdés, Péter. De erről rengeteget lehetne beszélni. Alapvetően ugye az irodai piac azért alakul most nagyon-nagyon nagy mértékben át, mert ugye a 3 hónapos időszakban ugye nagyon sok cégvezető rájött arra, hogy bizony tudnak dolgozni a kollégái home office-ban is. Vagy egy jelentős része tud, a másik rész miatt meg ugye fent kell tartani továbbra is ugye az iroda koncepciót, de ahogy hallottuk is akár már ugye így a bizalmi körön belül, és nagyon sok cégvezető csökkentette azt a bizonyos négyzetméter árat, és a tulajdonosok, akik a bérleti díjért felelősek, vagy akik ugye meghatároztak a bérleti díjat, egy idő után választás elé fognak állni. Vagy el fogják veszíteni ugye a bérlőiket, vagy kénytelenek lesznek egy közös megállapodást kötni, hogy vagy csökkentés, vagy azért az árért nagyobb területet adni, tehát hogy még egyszer hangsúlyozom, ez nem egy üzenetértékű dolog tőlem, hogy akkor most tessék ezt csinálni, kedves piac, szó nincs erről, hanem a piac diktál, és hogyha kevesebb cég lesz, és kevesebb magánember lesz, aki irodát bérel, akkor egy ilyen mechanizmus fog elindulni, ha nem akarják, hogy üresen kongjanak az irodák, akkor szépen majd így rendeződni fog, de konkrétan azt nem tudom neked megmondani a kérdésedre válaszolva, hogy na akkor ez mikor fog megtörténni, milyen mértékű csökkenés lesz, mert ez megint csak a piac fogja beárazni. Köszönöm szépen. Próbálom így összefoglalni. Jó. Tehát a kertkapcsolatos lakásoknak az értéke az, és kereslete az nagyon-nagyon megnőtt, tehát ezt keresik inkább, hogyha igen, megint ismét home office-ba kényszerülünk, akkor legyen hova kiülni, igen, kávézni, vagy akár kertben irodát létesíteni. Az ingatlan piac változása az lehet, hogy igen, lefele fog mutatni, de ezt nem ígérheti senki, de józan paraszti észre valószínűleg ez már jövőre ez elkezdődik. Viszont nagyon jó állami intézkedések jönnek, ami mozgatja az ingatlan piacot, úgyhogy ez egy igen, remény. Az albérlet piacon meg, hát, hogyha a szállodák továbbra is tudják ezt így tartani, hogy szobákat kiadnak reggelivel, takarítással, nagyon kedvező áron, akkor valószínűleg az albérlet piac az lefele fog szintén mozdulni. Leginkább a belvárosban. Leginkább, ugye, belvárosban így van. Úgyhogy ezek várhatóak, hogyha szeretnétek egy nagyon jó minőségű ingatlan közvetítővel felvenni a kapcsolatot, akkor mindenképpen Balást keressétek. Így van? Nagyon köszönöm, megtisztelő bizalmat nyilván előre. És nézzetek holnap is minket, Péter lesz, Ganger Péter vendége pedig Götz Dénes lesz, a Panda Security Kft. Tulajdonosa, az adataid biztonságban vannak-e címmel, és hogy trendek és tévhitek a kiberbiztonság terén. Hát nagyon érdekes lesz az is az a téma is, úgyhogy tartsatok velünk holnap is, további szép napot mindenkinek, sziasztok! Köszönöm a meghívást! Sziasztok!